Egy rózsaszál címmel hallgathatott operett gálát a közönség az Idősek és a Zenevilág napja alkalmából október 1-én a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola dísztermében. Fantasztikus, hogy ez a két nap egymás mellé került, az Idősek napja és a Zene napja, mert mi most egy csokrot szeretnénk önöknek átadni, nem is egy rózsaszálat, hanem egy igazi nagy csokrot, bokrétát, amiben lesz rózsa, szegfű, erdei és mezei virág. És ez a csokor mind a zenét fogja szimbolizálni. Koncerten Ardó Mária operaénekes és művésztársai működtek közre, és az esemény megvalósulását Ferencváros önkormányzata is támogatta. Ferencvárosban hagyományosan a legfontosabb, legkedveltebb programok közé tartoznak az idősügyi programok, és talán emlékeznek rá néhányan, hogy tavaly a járvány első szakaszában az is kiderülhetett, a kerület vezetésével együtt önkéntesek száza is milyen nagyra becsülik idősebb szomszédaikat is. Arra szeretném önöket kérni, hogy forduljanak hozzánk bátran ötleteikkel és építő javaslataikkal, mert nyitott ajtónkra találnak. Többek között Kálmán Imre, Huszka Jenő, Lehár Ferenc operett klasszikusait, Aka Attila Szofia, Pető Tóth Brigitta, Gecsei Gábor és Hegedűs Valér zongora művész tolmácsolásában hallhatta a közönség.